Ha túl sok a klikbét, és kevés a tartalom, s a mosoly helyen, ha krincsül az arcodon, hát gyere! Üdvözlök mindenkit a Cringe Bait podcast már a hetedik epizódjával, egy hosszabb kihagyás után ugyan, de megérkeztünk újra. Csak is egy dolog miatt, hogy promózzuk a szombati beszélgetést, erre majd később visszatérek. Üdvözlök mindenkit, én vagyok a The Raven Crocs, én vagyok a házigazda, de gondolom kitaláltátok, mivel már hét rész lement, illetve ez az én csatornám, amin megy ez a podcast. És itt van velem kedves co-host, barátom, Benszület bána. Hey, Itt van Sáncsó Pánza! Szóval ez a hetedik rész, Bandi. Az előbb azt mondtad, hogy már hét lement, de azt hiszem ez még a, a hetedik, ami lemegy. Ja igen, bocsánat, ja. ez a hetedik. Ja, ja, igen, de amúgy igen. én is üdvözlök mindenkit, meg, meg hát örülünk, hogy... 2000... Volt a cringe bait extra! Ja tényleg! Hát ugye azt nem veszik azért, ez az nem kánon. Tehát... Igen, ez nem kanon, ja ja, 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 úgyhogy igen. Igen, äh, igen. akarsz még valamit mondani bálna magadról? Hát nem tudom, én most így én is visszatértem, mert én még így 2019-ben nem videóztam még a Youtube-on, úgyhogy ez most az én óriási comeback úgyhogy sziasztok! Na, én, én, ennek annyira örülök, hogy, hogy sikerült ezt összehozni, és csak egy hónap telt el körülbelül. <laughs> é, illetve van egy nagyon kedves vendégünk, aki nem más, mint a fan-man Maker a Marty. Ó, oh, vagy Forint Marty? <laughs> uh, wow, srácok, itt Na a Forint Marty. Uh, magadról, ki vagy, mit csinálsz az interneten? <laughs> Oviban egy sündisznó volt a jelen, és azóta is olyan szúrós vagyok, mint akkor. Hú, uh, uh, és ez a szúr, ez egy ilyen metaforaként kell érteni? De... A, hát mert a fórum nem is teljesen, mert ilyen tüsi hajam van néha. Ja. Yeah. Egyébként azt akartam mondani, hogy nekem a kedvenc cringe részem az, ami a Manin csatornáján volt nemrég. Ez <laughs> nem cringe volt. Ha. Ha. Az igen. kurva jó volt. Igen, azt végig hallgattad minden négy órát. Nem csak amiben promóztad a beszélgetést. <laughs> ja, ja, igen, igen, igen. igen. Oda a tekertem. Az volt a lényeg. Uh, ja, 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 hogyha már promóról beszélünk, jól átfűzöm a dolgokat. Van nekünk egy e-mail címünk, a cringebait

Ja, Vágsz illetve... Be, így van, pontos. Abból lesz, abból lesz a következő fanfiction, amit fel fogom mondani. <laughs> szóval... Szóval... Kérlek, a pornó... Bocsi, hogy beleszok, szerinted a pornószínészeknek szoktak ilyen fanartokat küldeni, hogy <laughs> Neget, te vagy a kedvenc pornósom. Én tényleg kezdjük meg a komment szekciót, hogy meg meg ilyen e-mailben küldenek neki, hogy te vagy a kedvenc idősebb, te mit gondolsz a, 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 a tákpináról? Mondd <laughs> <Vártad> már nem a véleményed. <laughs> mi a kalifa, vagy mi a <gül> <gül> ja, ja, ja. Uh, Szóval, ja, illetve van egy Soundcloud uh, a profilunk, amin még mindig megvan a prémium, szóval tudjátok majd ugyanúgy hallgatni ezt a részt is. Így van. E, Szóval azt is megtaláljátok majd a leírásban. Küldjetek nekünk ötleteket, küldjetek mindent, mostantól fogjuk esküszöm nézni az e-mailt is, mert eddig nem néztük, ami kurvára, de köszönjük szépen, bármit is küldtetek. Ez nem igaz, e, nem igaz, nem igaz. Néztük, csak nem, nem biztos, hogy mindenkinek válaszoltunk, de azért úgy, úgy szerintem azért úgy nagyjából meg lettek nyitogatva a le Igen, illetve, illetve, a legfontosabb, mi a legfontosabb? Marci, szerinted mi a legfontosabb? Szerintem egyértelmű. Szombaton. Hogy egy kicsit, na mondjuk, mondj, egyszerre? egyszerre. Ne, ne, szombaton lesz szombaton egy beszélgetés. Lesz szóval szombaton lesz a nagy beszélgetésünk. Uh, amire mindenkit Annyira szeretettel nem várunk. Nagy. De, nagy az, nagy az. Nagyobb, mint egy nagy? mint a fekete pákó pénisze a sötétben. Azt nem tudhatjuk, nem tudhatjuk. Ja, ja. Várunk mindenkit sok szeretettel. 1490 forintos jegyárral bárki eljöhet, aki vett aki hm. jegyet. <laughs> uh, ez is ott lesz a leírásban. Marti, szeretném még mondani a beszélgetésről valamit? Ez nagyon jó beszélgetés lesz, hát ugye? szeretnék, persze. Szerintem beszéljük meg most amit akkor beszélnénk, és nem ja. kell eljönni szombaton. Igen, az meg csak... az előre, előre látom, hogy előre látom a tömegeket, akik őrjöngenek majd a stadnál, hogy de én helyszínen akarok jegyet venni, bazd meg. Igen. Ez a, itt van itt a pénz, 1500 forint, miért nem lehet a helyszínen jegyet venni? Ja, úgyhogy el lett mondva, hogy nem lehet. Szóval csak Igen. a tix lehet jegyet venni, ez nagyon fontos, nem lehet helyszínen jegyet venni. És hogyha oda hozzám, és mondjátok azt, hogy tess, eljöttem, engedjetek már be, akkor ez lehet, hogy most sem fog működni. <laughs> igen, hát a, fi, a, a fizetett emberek már sajnos nincsen több, akinek adhatunk jegyet ingyen. Így van, így van. Ugye fizettünk a, a médiának. <laughs> igen, igen, ott, ott lesz az, az az egész Star Network, meg minden. Ajaj, kimondtam a nevüket, igen. Copyright Strike, ajj ne! 444.hu cikkezik majd. Ó, oh, ne! Marci, Meg elvittük az o matricás <coughs> Jaj, bocsi, nem akartam. Jaj nem akartam be, Már benne vagy. Ha már benne vagy. Teljesen. Na ja. Ö, szerintem, szerintem olyan hatalmas nagy ö, bemutatás nem kell, hogy ki a vendégünk, igaz Marci? De szerintem téged mindenki ismer hm? az interneten. Lefeded az egész magyar Youtube-ot. Ezer megabitten szávoldok. Az Aura... Na, nagyon, egyébként nagyon. a hallgatóknak, meg, meg nézőknek üzenem, hogy ne aggódjatok, nagyon kínosan figyeltünk, hogy ne ugyanazok legyenek a témák, mint a beszélgetésen, úgyhogy nem kell senkinek se elkatintani, úgyhogy tízelni. Jaj, tényleg, tényleg. Amúgy a, a, az igazsághoz hozzátartozik Spoiler. az, hogy bálnak kitalált témákat, én meg, én meg megnéztem, vagyis átnéztük a témát, és mondom neki, bána, a felét ki kell szedni, mert erről fogok beszélni az előadásod. Há, és ez tényleg rá, így tottam. volt. Ráéreztem. Ezért, ezért, nincsen annyi videónk januárban, mert minden egy picit érinteni az előadás témáját. É, pontosan nem akarjuk elrontani, de azért, az mennyire készülünk rá egyébként, nagyon durva. A annyira a nagy nagyon, bazmeg, annyira kurvára készülök, komolyan mondom. Ja, 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 Nagy én van. is. De ja, tényleg mű. nagyon. E, itt nem... vagyok, és így készülök. Szerdán veszük fel most ezt az adást, nem tudom, hogy melyik nap fog kikerülni, csütörtökön vagy pénteken, de egy vagy két nap múlva lesz az előadás, gyertek el! Tehát, hogyha pénteken kerül ki, akkor vasárnap lesz az előadás. Akkor a cringe ez igazítjuk. És, igen, így van, fontosan. Ja, e, köszönjük, hogy itt voltál, Marci. Hát nagyon szívesen, a többi részt az már nem kell <laughs> Ha Marci kérte egyébként, hogy együtt szerepel a vagy vagy bepróbózza itt is az majd, mint... <laughs> majd a címbe írd már ki azért, hogy fanmade uh, fan made maker. Há, hajná, persze. Kell a promo tag. <laughs> ja, ja. ja. fan maker tag videó. Na jó van. Uh, Hogyha már ilyen vicces témánál tartunk, relatíve. Ez a következő téma is számomra. Számomra nem vicces, hanem számomra mély. Ilyen depresszív gondolatokat kelt bennem. Ö, már a legutóbbi közös live-unkban is említettem, hogy te felnyitottad a szemem, Marci, hogy mennyire jó dolog követni az Adderverd Zolit, ö, aki egyébként én vagyok, az Adderverd Zolit Twitteren és egy vicc miatt képzeljétek el le, blokkolt a Várjál, ez most önirónia? Bandi, ez most olyan önirónia? Oh, ó, micsoda nagy re Halló, nagyon, nagyon ügyesen reflektáltál magára a sztorira. Mit is, mit is izé, mit is írtam. Amit írt... De nem, ő mit írt ah. ki, és arra, de mit írt el? Igen, igen, De már Várjál, letiltottak véglegesen? Le vagy tiltva? Igen, nem tudok, nem láthatom a tweetjeit, illetve, illetve nem láthatom a tweetjeit, illetve nem írhatok neki üzenetet, privát üzenetet. Tehát letiltott, blokkolt a picsába az Otherworld Zoli. Az ez, az amúgy ez duplőn önirónia. Ez duplőn önirónia. Mert olyan, mint ő magát tiltotta volna. De tudta, hogy te, te vagy, vagy szerinted ismer? Hát ő, Marci, Tud... neked erről van információ. Tudta, tudta hogy, hogy, ő igen, igen, tudta, 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 hogy te, te ő vagy. <laughs> hát szóljál már neki, hogy ne tiltsa le magát, Hogy fog twittelni ezek után? Hát ha ne már nem az... van tiltva. Kajak, fölmentél, a, fölmentél, az Otherworld Zoli profilodba Twitteren, és láttad, hogy letiltottad magad, vagy mi történt? <laughs> igen, igen. ja. Yeah, yeah. Nézem, mondom, ki ez a paraszt, aki beszólt magamnak. <laughs> Letiltva <laughs> Pont most, pont most néztem meg nemrég ennek a Splitnek a folytatását, a Glass tabba. van, ez a 24 személyiséges csáv. Ah, yeah, yeah. Lehet, hogy te is csak lehet, hogy te is csak más személyiségeket használsz, minden Igen. videós te vagy. Amúgy úgy. tényleg így van. Flexis én vagyok, uh, Izé, uh, Otherworld Zoli, meg én vagyok a Raven Crocs. Szóval Otherworld Zoli azt tweetelte ki, hogy ma már bárki foglalkozhat filmekkel. És én annyit írtam neki, hogy vagyis annyit kérdeztem meg tőle, hogy ön irónia. Ennyit kérdeztem meg, és emiatt letiltott engem Twitteren. Nagyon szomorú vagyok, Erről, mert Én Mert mindig arra, olyan jókat derültem. Arra én ebből arra következtetek, hogy nem, nem önirónia ön volt. Ja. Ezt elmondhatom még egyszer? Persze. Ja, hogy úgy, Én ura. ebből arra következtetek, Nem vágjátok ki mi? De, neki vágjuk. vágjuk. Mondd el újra. Aha, <gül> 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 Szóval én ebből arra következtetek, hogy önirónia volt. Ezt a, a, kommentelj, kommenteljék be az emberek, hogy ezt kivágtátok-e. Jó, és ezt is, hogy hol mondom. 1350, ahol mondom. <laughs> van, megoldjuk, Marci. <laughs> De nem is értem, mit akartam <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Så var det Ninonia. Ja, ja, ja. ja. Äh... De rosszul érzem magam, rosszul érzem magam emiatt, mert, mert mondom, mindig olyan jókat derültem a Otherworld zoli a hiszt is kirohanásain Twitteren kicsit. Furcsa egyébként, hogy, hogy ennyire erős a filter nála, tehát hogy azért nem gondolnád, hogy a Twitteren ilyen fontos lenne eltüntetni ezeket a negatív hangokat, de hát úgy látszik. Főleg hogy... úgy, hogy bazd meg, hét ember szokta nézegetni a tweetjeit. És érted. az mindig pozitív? és a... Az ilyen Ennyi az interakt. De a Lofast, ez alatt a komment alatt is, vagy ez alatt a tweet alatt is csak ilyen, izé, ilyen ironikus tweetek <laughs> voltak, mint az egyéb de én kaptam egyedül, én kaptam egyedül blokkot, mert valaki spebeli jött nem te... azzal, hogy The Raven Crocs. Várjál, a... nem, igen, nem te kaptál egyedül blokkot, aki a nevedet leírta, azt is blokkolta. De nem Ezt értem, te, miért? Az egyik, egyik, ember küldte nekem Instagramon. Hát gondolom érted, ez egy személyes Twitter, ez, ott van egy kis burok, aki nézi ezeket a twitteket, 7000 ember, annak a fele nagyjából ilyen arab kamu profil, és... <laughs> Hát az meg már megszokta, hogy ebben a burokban mindig ugyanazok kommentelnek neki, tudod, aztán azért csodálkozik szerintem néha, amikor oda téved egy-egy révön króksz, meg a faszom tudja, ezt nehogy már beletrólkodja a személyes tweetjeibe, meg a magán Tudja, mi a fura, hogy a, az Zoli egyébként egy nagyon karakán ember, hogy így vagy ott hagyná, vagy pedig reagálna rá valami spontán vicceset, mert szerintem azda sokkal jobban járna, mert az úgy nem tudod, hogy így Szerintem tök vicces volt, amit írtál egyébként. Hát persze, nyilván. De, most, de nem is volt benne gonoszság, jaj, jaj. mert nyilván akár értetted volna humoros módon is, mert hát nyilván ő is egy filmkritikus, azért akár kírhatta ironikusan is saját magára utalva, hogy érted, na, ő is kritikákat csinál. Szerintem amúgy ez a leges, eh, amit, ahogy most eh, Zoli reagált erre az egészre, ez volt a leges, legrosszabb módja, hogy reagáljon egy ilyenre. Abszolút. Ilyen. Szerintem ez annyira, annyira rosszul reagálta ezt le, érted? Tehát most... Bár, bármi, volna. Tehát most, most, hogyha tudja mondjuk azt, hogy én ki vagyok, akkor, akkor simán mondhatta volna azt, hogy, hogy te meg csak az én kópiám vagy, az én rossz másolatom. Tehát akár ilyet is csinálhatott volna, érted? Mert hogyha már az ekkora mím, gyakorlatilag lassan már, akkor, akkor élhetne az ő is Adel... ezzel. Bocsi, az Adderbőn ez megfigyelhető tendencia amúgy, főleg az Olinál, hogy a, hogy ez a, ez a túl komolyan vesszük önmagunkat effektus. Öm, már régebben is többször volt kirohanás, ilyen hiszti kirohanás. Emlékszem, egy időben le voltak tiltva a kommentelési lehetőség, például. Akkor sok helyen am, le volt. Szint... Akkor pewdiepie júlipájnál ki... is le volt. Volt egy időszak. Uh, igen, ez egy, ez egy trend volt. Azt hiszem, igen, amikor volt? ez bejött, ez a funkció. A izén miatt volt egyébként, a spam, miatt, spam meg a botok miatt, akik tudod, így itt kreáltak ilyen kamuakkokat, és akkor ilyen fake gilvégek Nem a toxicitás miatt ilyen vírus, volt, vírus. mert ölték nem, nem a toxicitás, emberek. nem, nem a miatt volt, hanem egyrészt emiatt, ez, ez volt a, fő, a legfőbb kiváltó oka, a kamuakok miatt hogy így izé, így, tudod, így, csak ezzel volt tele, spammel, spammel, rengeteg spam, és akkor még nem lehetett moderátort sem adni a izéhez, nem volt külön spam mappa, meg spam szűrés, meg ilyenek, és ennyivel volt tele a komment szekció, és ezért kapcsolták ki, mert nem volt semmi normális feedback, mert ugye ezek a botok upvótolt, vagy izé, upvótolták gyakorlatilag a saját kommentjeiket, és ezek kerültek felőre, és nehéz volt szűrni az igazi embereket mert azok meg ugye abszolút így a végére maradtak. Mert máshogy volt, máshogy volt ez az egész, ugye nem lehetett kommentet flagelni, nem lehetett felhasználót flagelni, emiatt volt letiltva az összes izé, emiatt volt letiltva a komment szekció, illetve addig volt letiltva ez, míg a YouTube nem talált ki erre valami megoldást. Igen, de ez lehet, hogy így volt, megmondom őszintén erre, így már nem emlékszem. Én igen, jó, mert én, én, én ott voltam, én vagyok PewDiePie, bazd meg, na. Te már érted? Látod? Én voltam PewDiePie. Ja, hát jó volt, amúgy jó imitálód. Kicsit yeah, yeah. jó, mint az Otherworld Zolit. <laughs> Profész, már közelít. <laughs> jó volt? Jó, egy like Friday's uh, with PewDiePie-t. Tudom, mit nyomjál? Ezt, hogy Leave your answers in the comments below And I want your submissions in the next episode of Life. De most ezt nem hogy, elnyomtad helyet. Ez nem de... subreddit amúgy, amit az elején mond. De. Ja, bocsi, az Leo a Jacks filmzés Bros. Ja, ja. bocsi. Kevertem a Jackson filmzés változattal. De. de amúgy semmi baj, mert Hollywood nem tud semmi újat mutatni. <laughs> Na, az biztos. De hány éve nem tud sem újat mutatni. Hollywood nem tud már nagyon régóta újat mutatni. Csak hogyha fizetnek nekem pénzt. Nem, de amúgy ez, ez Itt amúgy legyen. a véleménykifejtőknél, de talán nálunk is. Ez Na, ez viszont lehet önirónia a részemről. Ez a, ez a fajta hiperérzékenység, ez egyébként szerintem megfigyelhető, hogy, hogyha túl komolyan vesznek egy bejegyzést, amit ők írtak ki valamiről, amire Todi nagyon rábuzdultak, és nagyon egy gondolatmeneten jár az agyuk, és jön egy ilyen, ami kizökkenti őket, mint tőled ez az önirónia kérdője, hogy nem őt nyomják tovább ebben a gondolatmenetben, hogy igen, ez mennyire igaz, hú, annyira igazad van ezt, én is megfigyeltem, akkor nem tudnak mit kezdeni vele, mert egyszerűen nem tudják ők sem kezelni a kritikát, vélemény kifejtő, meg kritikus létükre. Tehát ez a, ez a legtöbb, ez a kritikus-kritikus harc bármilyen filmes szakértő klubnál megfigyelhető. De, amúgy ti hogy a vele? Hogy jó, nem biztos, hogy mindenkinél. Bocs, elment a hangod. Marci? Ja nem, megszólaltál és abba hagytam. De nem, előtte se volt. Egy nem, sem. szerintem csak megszólaltál és abba hagyta. Ja. A Megszólaltál és abba hagytál, én is így gondoltam. Amikor, így akkor hagytam abba, amikor azt mondtad, hogy ti hogy vagytok vele? Kezdjem onnan, vagy fele folytatod? Szóval, nem, már azért az adtam abba, hogy te jössz. Ja, Oké. Okay. <coughs> Ak akkor ezt benne hagyom, jó? Mehet. <laughs> Ti hogy vagytok? Na, ilyen a kompromisszum kötés. Ah, Bocsánat. Eh, igen, olyan, ilyen. Ti hogy vagytok azzal, hogy uh, hogyha mondjuk van egy nagyon negatív komment a videótok alatt, és úgy, értet, úgy érzitek, hogy alaptalan, akkor volt már, hogy mondjuk eltüntettétek, vagy nyomtatok egy riportot, vagy, vagy nem tudom, le, le, leszettétek a user hogy csatornán nem látható a kommentje. Volt már ilyen? És ha igen, akkor így, miért? Meg tudtad indokolni? Én csak válaszolni szoktam rá, de egyébként törölni soha nem szoktam kommentet. De lehet Én mindig elfogom. beszívezem. Én, igen. Az <laughs> <itt egy gül> de csak azt, amivel egyet értek, amiben engem is tanítanak, az beszívezem, amúgy, ami kritika, azt törlöm. Persze, Székely 2. <laughs> igen, ezt így kell egy csinálni egyébként. Az mindent ja, ja, mindenki, Ez önigazolás, egyedül. Igen, meg egyszer csináltam egy riportot is. Az egyikkel. Lementem, aztán Nagyig Nagyigmándon, élt a csávó. <laughs> Vicces mi, vicces vagyok. Igen. Kurva vicces. Nekem amúgy van olyan, hogy belemegyek ilyenekbe, de most már kezdem magamat leszoktatni, mert mert vannak olyan emberek, akik olyan összeesküvés elméleteket egyébként tudnak ráthúzni, úgyhogy te elmondtad egy videóban a véleményed valamiről, hogy így hihetetlen érted. És és pont ugye a másik oldalra, the other side-ra helyeznek át. Hertay girl. De, Na és, ja, 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 de, de amúgy még sosem volt, hogy töröltem. Olyan kommentet szoktam törölni, amilyen spam -szerű, tudod, ez a nem mered lenyitni, és akkor jaj, nyomot 2000 entert, és elküldte. De akkor azt gondoljátok, hogy aki például eltünteti, vagy aki mondjuk úgy próbál, úgy próbál fenntartani egy látszatot, hogy eltünteti ezeket a kommenteket, az, az ilyen önbizalomhiányban szenved? Vagy így, így vagy, vagy nem is tudom. Én sokszor törlök kommentet. Amúgy. Jó, de nem vagy te Egy refplay, még nem hogy tudod, hogy kommentelnek sok százon, de mégiscsak ötöt hagysz fenn, aki azt mondja, hogy te vagy a legjobb refplay. Ja. Közben a like dislike meg 40 os Igen. Mondjuk, a, a <sorítan> Igen. <sorítan> Igen. <sorítan> Igen. <sorítan> hát szomorú mondjuk. Hát néha, néha törlök, törlök kommentet. Négy komment. <sorítan> hát, nálam az van, hogy akkor szoktam kommentet törölni, amikor permanens ugyanazokat a fasságokat kommenteli valaki az ötödik videó alá. Vagy a nyolcadik. De azt is, hogy első akkor vagy? Már meg unom, vagy egy... hogy Csak már konkrétan mond valamit. Ne, de én szerintem az akkora kamu, az én részemről én ezt így gondolom, hogy az akkora kamu, amikor egy videós komolyan csinál egy videót arról, hogy ne elsőzzenek az emberek. ezt lesz a rom, hát elsőzzenek. Persze. Most az semmi problémám nincs az, hogyha fasságot írnak a kommentben, amik tudod ilyenek, hogy első. Ja. Akkor mi van? Igen, ja, hát az meg kommentelnek anonim kommentelnek a, a YouTube csatornám alá egy videó alá. Nem várom el tőlük azt, hogy ilyen szép irodalmat basszanak nekem oda. <laughs> hanem akkor, amikor a, ak, akkor szoktam kiakadni, amikor irgalmatlan, nagy fasságot nyomatnak öt videón keresztül, is viszik tovább a gondolatmenetüket. És mint hogyha tényt árnának föl, miközben olyan dolgokat mondanak el, amiket elmondok a videóban. Meg akkor is föl szoktam baszni magam, ez a másik komment típus, amikor néha néha csinálok egy nagyon hosszú videót, és külön leírja, hogy egy percet néztem meg eddig a videóból, és írja és írja már most, egy perc után a dolgokat. Ja, ja. És ilyenkor általában a 40 oldalas üzenetének a háromnegyede benne lesz a 39 percben, amit baszott megnézni. Szóval ez az, ez, ez, ami nagyon idegesít engem. De, ja, ennyi. Ennyi. Na szóval, akkor is azt gondoljátok, aki, aki mondjuk így konzisztensen megpróbál egy ilyen nagyon pozitív képet magáról fenntartani, csak azzal az, az által, hogy teljesen nyilvánvaló módon letörli a negatív kommenteket, az igazából önmaga maga paródiájává válik, tehát így a, akár az Otherworld Zoli a mi is azzá vált. Ja. Kicsit. Hát ez most, ez most nekem bebaszott az Otherworld Zoli-tól, én ezt nem számítottam rá, hogy... <laughs> Le fog engem olyan mennyi, olyan mennyi ember, Mennyi ember van a tiltó listáján? Hát, hány ember? Hát igen, hány. Hány, ember, hány ember van, ezért még még, még, még jár az én cipőmben, érted? Te, te, te rossz... Én tudom, mert itt van egy Zoli tweet, erre válaszolhat neked, Bandi, csak mondom, megszámoltam, 24-et mentettem el a telefonomba az elmúlt időszakban. Van, van, oh my God. Vannak erősek is, meg vannak kevésbé erősek, csak a tiltásról jutott eszembe ez a. Ez a bejegyzések. Kénytelen voltam tiltani egy volt középsulis osztálytársamat Facebookon. Nem kenyerem senkinek a politikai álláspontját megítélni, lehet, hogy az enyém is szar zárójelben, de aki a rabszolgatörvény ellen tüntetőket lesöpredékezi, az elmehet a picsába, érted is tüntetnek, te barom, morcos smiley. Csak arra, hogy hány ember lehet letiltva a csak erre mondom. Hogyha az a középiskolás osztálytársat is képes volt letiltani, pedig az nagyon durva, én egy emberrel sem tartom a középiskolából kapcsolatot egyébként. Nekem nem az a durva, hogy letiltotta, hanem ezt így miért kínálja fel így a, nem tudom, az ő követőinek, hogy tessék. Nem tudom, ez is ilyen kicsit ilyen mozdatás feeling, nem tudom, hogy én még ezért is kiállok, hogy a faszom tudja, érted? De, érde, de érted is, közben ez is egy kicsit szélsőséges, amit, amivel lereagálja az, hogy egy szélsőséges álláspontot Facebookon, hogy, hogy elmehet a picsába, érted is tüntetnek, tehát barom. Hát mi a fasz? <laughs> hát konkrétan egy szélsőségesen választ adott arra, amit nyomott a csávó Facebookon. Igen. Szélsőség reagál egy még egy kicsi szélsőség, nem annyira kicsi, de egy szélsőségre egy még nagyobb szélsőség a válasz. Amúgy erre mit gondoltok? Mert tudom, hogy tiketten is nagyon gyakran értek az ilyen szóvirágokkal, hogy a káromkodás próbálom így ezzel definiálni, hogy amikor valaki ö, <laughs> ö, 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 belemegy ilyenekbe, hogy mondjuk lebarmoz, vagy leidiótáz, vagy nem tudom, csúnya szavakat használ, és és úgy mondjuk adja át rövid véleményét, én 180 vagy 160 karakterben, az nem kicsit én kontraproduktív, nem, nem, nem kicsit prolinak ettől. Üzleti szemmel lehet, üzleti szemmel lehet, hogy kontraproduktív, de az van, hogy én bele se gondolok abba, hogy ez kontraproduktív. Én, az én Fejemben ez a káromkodás, hogyha egy adott emberre használom, és nem csak úgy bele a vakvilágba az megolok, akkor annak kurva indokoltnak kell lennie. Tehát kurvára meg kell, hogy indokoljam magamba azt, hogy, hogy miért mondom valakire azt, hogy egy punci, vagy azt, hogy, egy, hogy te egy fasz vagy. Tehát egy 10 perces videóban elmondom a véleményem valakiről, és már annyiszor ö, alátámasztottam a véleményt érvekkel, akkor a végére már lehet, hogy a tizedik perc ott vagyok, hogy azt mondom, hogy ez egy fasz ez már videó készítés közben is az, arra jövök rá, hogy ez egy fasz, akiről Amúgy beszélnek. ez nagyon érdekes, amit, amiről most beszélünk, mert szerintem teljesen ketté válik akár a ti nézőtáborotok is, mert uh, ha jól emlékszem, volt a... Hogy hívták azt a Mystery Boxos csávót? A, 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 a székely Ricsi. Na, mind a kettőtöknek a Székely is ilyen úgymond rendje, az belecsúszott nálam abba a kategóriába, ami a, a túlz vulgáris, nem tudom. És akár értettem veletek egyet, akár nem, nem volt ugyan, nem volt, nem éreztem ugyanazt a fajta ilyen tiszteletet, úgymond a véleményeték felé, mert nekem túl sok volt benne az a fajta ilyen negatív szóhasználat, vagy ilyen megkérdeztem. Lehet hogy, lehet, hogy lehet, hogy az is zavaró, nem, hogy, hogy te is érzed, hogy mi sem érzünk fordítva tiszteletet azok iránt, akikről beszélünk, mert nálam zéró. Ja, Respect. Jaj, jaj. Értem én, de, értem én, együttalán... de hogyha ezt, ugye, most nyilván rajtad áll, hogy hogyan fejezed ki magad. De hogyha mondjuk abba mész bele, hogy mondjuk olyan mit tudom, szavakat, meg olyan ilyen stílusban fogalmazom meg pár mondatot, mondjuk a 10 perc alatt, ami, ami hogyha visszanézed, akkor így, hát ennek igazából sok szüksége nem volt erre, mert nem lett sokkal nyomatékosabb, amit mondtam, de valahogy, de valahogy egy kicsit kiüresítette, kiüresítette a jelentőséget annak, amit ki akartam fejezni. Nálam mm -hmm. valahogy mindig így csapódik. rá. Nem tudom, az a baj, hogy én ebben nem gondolok így uh -huh. bele. Tehát amikor beszélek, akkor, sem. akkor nem... Persze, nem rágódok rajta, hogy, hogy, a következő szavammal megbántom az illetőt, hogyha egyszerűen az érveim azokra azt lehet mondani, hogy jó, lehet, hogy egy kicsit szélsőséges a stílus, amit tolok néha. Ez az, ez az a rész, ami ösztönösen jön, hogyha belehájpolom magam egy adott témába. Hogyha már egy órája beszélek live on például ez a Székerics is videó, amit csináltam, az pont egy négy órás live-ból lett kivágva az a részlet akkor el fog jutni arra a szintre, hogy, 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 így beszéljek egyszerűen, már attól is, hogy az adrenalin szint ugye felmegy folyamatosan. Live van egy kicsit paradoxa helyzet, mert úgy érzi az ember, hogy történnek az események, meg kurva gyorsan pörög minden, de közben a valóságban nem történik ez. De úgy érzékeli az ember a geci sok kommenttől, meg ilyenek. Egyszerűen, egyszerűen van, egy, van, egy stílusom, ami, ami nem gondolom, hogy lehet, hogy valaki számára kevesebb, emiatt a véleményem, de úgy gondolom, hogy ezek szerint, hogyha mondjuk kiadnák a világ legjobb telefonját, és most nem mondom, hogy a véleményem a világ legjobb telefonja, de tételezők, hogy kiadják a világ legjobb telefonját, de egy szardarab van a csomagolásán, attól a telefon szarabb lesz? Mm, Érted? Nem biztos, hogy szarabb, de lehet, hogy kevesebbet adnak el, mert egy csomó ember lehet, hogy az alapján gondolja meg, hogy... Ezt de ezt lehet nem is az a cél, hogy sokat eladjanak, hanem az a cél, hogy akinek eladják, az megbecsülje. Értem, mit mondasz, én nem látom teljesen a párhuzamot, mert amikor kifejezed a gondolatidat, akkor te tehetsz azért, hogy ez, hogy mondjam kicsit így, így konkrétan jobban elgondolkoztassa az embereket. És hogyha durva szalkat használsz, akkor azokkal szemben, akik mondjuk nem ismernek, vagy most látnak először, akkor azokkal szemben valószínűleg unszimpátiát érsz el. Valószínűleg, nagyobb valószínűséggel. Csak azért, mert olyan szavakat, Aha. olyan szavakra terjeszkedsz ki, amiket egyébként sokan nem használnak, vagy nem szeretnek. Most ebből van ugye ez a magyar botrány, ebből a milyen nagy blanka, vagy hogy hívják, nem tudom pontosan milyen neve. Tudod, ez aki le, ö, mit tudom én, nem tudom, milyen szavakat. Az, az hát én azt gondolom, hogy alapból is a, a mainstream képest egy olyan véleményt képviselek sok esetben, ami ellen megy ugye a legtöbb embernek a véleményével, tehát itt most az én, én, azt gondolom, hogy nem osz, nem szoroz hogy a baz megolok közben, lehet, hogy egy-két embernek emiatt nem vagyok szimpatikus, nem tudok vele mit csinálni, ez egy stílus, ha ez a legnagyobb probléma azzal, amit csinálok, meg azzal, amit mondok, hogy, hogy közben káromkodok, meg megolok, akkor én ezt el fogom viselni, hogy emiatt engem van, aki nem kedve, és ö, nem fogom megváltoztatni emiatt a stílusomat. Tehát, hogy évek alatt kialakult ez a stílusom, én nem fogom tudatosan elkezdeni ö, alapból, tehát alapból már azon filóznom kell, hogy hogy fogalmazzam meg magát a gondolatot. Az, hogyha egy-egy kötőszóba ott van a baz, meg én nem fogom elkezdeni tudatosan elnyomni ezeket magamba, mert annak lehet, hogy a, a, inne, a, a levét az is, amit mondok. Nem lenne olyan minőségű, nem, nem lenne olyan választékos maga a vélemény. Hogyha, hogyha, ezeket a kötőszavakat, amiket már így kialakítottam magamat, amik jelen esetben ezek a káromkodások, azokat nem mondanám. Másrészt meg ott van az a része is, hogy ez provokációnak is érezhetik egy-kettő ember, érezheti egy-kettő ember. Ez is egyfajta önkifejezési eszköz. Tehát én azt tényleg, tényleg ez, ez, is egy olyan, mint hogyha tudatosan hagynám bennem, vagy nem tudom, hogy miért alakítottam ki magamba, az biztos, hogy ilyen 14-15 évesen még nem beszéltem ennyire csúnyám csúnyán, vagy a faszom tudja, hogy mondjam. Tehát ez kialakult, hogy videóztam. de ez, ez, egyfajta provokáció, ez egyfajta önkifejezési eszköz. Ez egy kicsit olyan, mint adnék, egy, adnék egy, egy egérutat, adnék egy, egy menekülőutat azoknak, akik, akik tudatosan nem akarnak belegondolni abban, amit mondok. És, ez, és ezt, és, ezt, én látom, hogy, hogy ezt ott hagyom nekik, hogy, hogy csak a káromkodás miatt elhiteltelenítsenek minden mást, ja, amit jaj, mondok. De, az ezt ez tudatosan marad fordul, benne. Egyébként. De, de ez, tud, mert, hogyha nem a káromkodás lenne, akkor mi lenne? E, nagyon sok eset, alap, nem egyezik a vélemény az enémmel, akkor, akkor bármit. Tehát most olyanok voltak, hogy Eddig például az volt a baj, hogy ilyen fehér geci volt a számon egy idő után, amikor vélemény kifejtő videót csináltam. Hívett, itt hogy egy abla. Picit, nem I, az, abla. Akkor ezt nem tudtam, ezt még nem is írták kommentbe, csak a fehér geci szavakat használták. Bár egy csoda egyébként, mert nem tudtam, hogy van nem fehér geci. Na mindegy. Úgyhogy... Uh... Most meg az volt a baj, hogy erre külön figyeltem a legújabb videómba, és direkt így egy időnként tudod, egy törölgettem a számot. És már azt tették szóval, hogy mi van idegrángásom van, vagy mit tikkelek, mit tikkelek itt, Geci? Persze, tehát, teljesen semmi tökéletes egyébként ha, ha a nézőknek igen. jóformán. Ha, ha, meg, ha, ha, meg, politikai korrekt lennék, nem káromkodnék, az lenne a probléma. Hogy miért, hogy miért, miért, mert akkor azt, azt tennék szóván, hogy, hogy miért nem fejezem ki őszintén. Tehát akkor nem fog őszintének tűnni annyira, mert már ez kialakult nálam is. Öhm, én sem érezném annyira önmagaménak a gondolatokat, hogyha... De az a, az a helyzet, hogyha... hogy ahogy, ahogy mondjuk megvéd az álláspontod, abból én azt látom, hogy nem árnyaltan látod, hanem úgy látod, hogy van ez a káramkodás dolog, és neked mondjuk, nem tudom, ilyen a beszédstílusod, vagy ilyet alakították ki magadnak, és ez, ez van, ez, ez a képlet, de én úgy érzem meg, hogy ettől függetlenül nekem nem az véleményeddel lehet adott esetben bajol, bajom, hanem néha, amikor van egy olyan két-három perc, hogy szinte a, ahogyan mondod, amiatt nem szimpatikus a véleményed, de egyébként egyetértenék a, a, tartalmával. És hogy... Hát akkor egyet hát, értesz. Ja. hát, akkor egyszerűen nem tetszik a stílusom. Hát ez, ez van. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy egyébként lehet, hogy sok emberrel kölcsönös nem vagytok, ugyanígy csak, hogy nem tudjátok a másikról, hogy ezt érzi. Nekem azoknak nem tetszik például a stílusa, akik, akiken azt látom, hogy órákon keresztül Keresték a megfelelő szavakat, hogy ne bántsanak meg senki. Nekem például az nem tetszik az a stílus. De lehet, hogy kurva jó véleményt mondanak. Ettől függetlenül. Hát, Tehát, hogy az ez... adás előtt is, pont beszéltük ezeket a, az ilyen videósokat, hogy engem is pont ez basz fel, hogy így látod rajta egyébként, hogy mondaná, de nem meri. Olyan, igen, igen, igen. Tényleg sok esetben ez van, hogy így látod rajta, hogy ott bekeng, baz meg, ott szenved az őszintén, az őszintén videójában, nagy sóhajtással megkezdve, de Érted? A, 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 ez a, legnagy, a, dolgot, értet, ez a legnagyobb kamu, amikor belerakják, egy őszintén. Tehát ténylegesen innen, innen lehet tudni, hogyha, hogyha valami kurvára nem lesz őszinte, hogyha már oda rakod, hogy őszinte. Mert az normál emberek ezt úgy hívják, hogy videó baz meg, nem az, hogy őszinte videó, hanem az igazi az normál emberek, akik ténylegesen őszinték, ezeket csak videóknak hívják, nem őszinte videóknak. Mert nem, ennek, nem próbálom neked, meg éve. előtetni azt a gondolatot a fejedbe, hogy na ez most kurva őszinte lesz. Mert ez is egy bizonyos szinten úgymond egy manipuláció, mert a, mert a izé, mit tudom én, a nézőimet még jobban tudom egyébként erre az izére, mi erre, erre ez, ez semmilyenféle gondolkodásmódra sarkalni gyakorlatilag, ezzel, hogy izé, hogy most jaj, de olyan rendes ez a, ez a XY, érted? Hogy hogy ő most őszinte meg hajrá, most én ez, ez kurva nagy respekt, hát bazd meg! Úristen geci. De amúgy ezen a logikán tovább menve, hogyha valaki egyszer oda tesz, hogy ő őszintén, vagy az, hogy nem klikbét, ezek alapján akkor minden, minden másik videója klikbét, meg, meg nem őszinte. Nem. <laughs> igen ezek nem valakinek egyszer, tehát ezt valakinek egyszer ki kell tenni a címbe, hogy ez most őszinte videó, vagy az, hogy ez nem clickbait, igen. A többi az mi? Na hát, ja, azok azok mik. Szerintem ja. nincs ilyen, ilyen bonyolult cselekménye nyilván ezeknek a YouTube csatornáknak, csak ö, gondolom én a, a figyelemfelhívás miatt, tehát nyilván amiatt teszik ki ezeket a címeket csupakáfsokkal. Hát a nem klikbét is, csak egy klikpét általában, mint... Egyébként, klik. meg hogyha az előbb, ugye, beszéltünk egy kicsit a komment szekcióra, meg a kommentekről, ugye, amikor van egy videó, amit mondjuk, izé, nagyon mondjuk mer, mer, merre vesznek, mondjuk egy-egy videós, amikor mondjuk én fejtek ki véleményt róla, vagy stb., és oda jön a komment szekciómba, és csomószor olyan dolgokkal, elbocsánat, eh, csomószor olyan dolgokkal érvel, ami pont, mondjuk, ráhúzható őre. Tehát ki lehet, úgymond, relatíve tekerni a logikáját, és vissza lehet dugni a saját seggébe azt a semmilyen érvet, ami mondjuk megpróbálja megdönteni a videómnak, mondjuk, az egyik legfőbb elemét. De az a vicc, hogy a legfőbb kritikát ezek a videósok, akikről mondjuk csinálok videót, azok mindig mindig mellőzik, és csak a Pitiáner dolgokba kezdenek bele ilyen De az igazi problémára, amire mondjuk az egész videót kihegyeztem, az sosincsen, sosincsen náluk olyan szinten, hogy, hogy ugye beszélgetés szinten felhozzák a komment szekcióba. Erbence esetében és pontosan ez volt, az volt a legnagyobb problémám, hogy mi a faszomért csöcsörészi meg a hugát ö, a nézettségért. Ez volt a legnagyobb problémám. És mi, mire reflektál? Arra reflektál, hogy hát bozd meg, de én már régóta klikbételek. Oké, okay, de megcsöcsörészed a hugot, baz meg, nem? És e erre nem kaptam választ, hogy ez az 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 a miért. a most mi a baj, hogy megcsöcsörészi a hugát? Most komis... Hát Marci, neked is van videóda a hugod, de mégsem láttam még, <laughs> hogy ilyeneket csinálsz. Hát <laughs> nekem nem, nem szoktam, tehát nem szoktam bekötni a szememet, és aztán random testrészekhez nyúlogatni az De érted, itt, 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 egyedül ez volt a cél, hogy, hogy, megfog, meg, hogy megcsöcsörésze a hugát. Érted, ez volt a clickbaitnek is a lényege, hogy ezzel kezdődött a kibaszott videó, és ez volt a legfőbb része a videónak. Erre lett kihegyezve, meg lett editálva az a videó, meg lett vágva, át lett gondolva, és fel lett töltve YouTube-ra, és ott volt három napig. De és erre nem Nyilván, kaptam választ. Erre nem kaptam választ. Erre nem kaptam választ. hogy rengetegen megnézzék, a thumbnail-be is ott volt, tehát ez, ez egy egyértelmű volt. Próbálta. Nem tudom, szerintem a kommentekre, kommentekre visszatérve, itt van a legjobb, a kezemben van a legjobb mentalitás a kommentekkel kapcsolatban, nem fog magyarázkodni, aki hülye az bannolom. Ha nem tudsz rám és nem tudod miért, akkor még annál is butább vagy, mint amiért bannolva lettél, sajnálom. Ez csak nem egy adőrzőrző wow, tweet. Ez nagyon mély. De? Kő. De de várjál, még van. Itt ez, a, ez konkrétan a, ne, a következő utáni-utáni tweetje volt. Nagyon jó érzés látni, hogy ilyen sokan szeretik, amit csinálunk, és akarják minél előbb látni azokat. Köszönjük a bizalmat, hashtag Patreon. Ja. Oh. Kis bipolár Juno. You know. Na, egyébként Igen. az, amit előbb mondtál, de az eléggé kapcsolódott a következő témához. Hallott. pontosan, pontosan amúgy, hogy, hogy tök jól így át lett fűzve, hogy, hogy ugye ez a maga a rendvideózás, mint műfaj. Egyébként, de nem tudom, kik nevezték el gyakorlatilag ezt az egészet ugye rendvideózásnak. Szerintem inkább a, a mainstream és azok, azok nevezték el rendelésnek ezt, vagy én nem tudom, akik, akik végül is nem ellen irányul ez a műfaj, de végül is szól róluk, mivel ők biztosítják a, a mit tudom én, a táptalajat, mert nem tudom, ennek a, ennek a, ennek a műfajnak úgymond, hogy, hogy mi a baj a magyarországi rendvideós kultúrával, hogy, hogyha van vele baj egyáltalán, és hogy, és hogy miért nem tudják mondjuk a, azok, akikről szólnak ezek a videók, felfogni a lényegét. És hogy miért, miért ilyen kibaszott egoista, mit te a kurva platformon, basz meg! <laughs> Nekem még ez az egyik nagy kérdése, hogy, hogy, hogy tény, tény, ténylegesen nem, nem értem ezt, hogy mi a faszom, hogy hogyan lehet az embereknek ennyire kibaszottú torz az önképük, hogy nem bírják befogadni a semmilyen kritikát nyilván a pozitív kritikát tudják, de sokszor a pozitív építő jellegű kritikát is, mikor nézek mondjuk egy, egy bárkinek a komment szekcióját, és a nézők adnak mondjuk ilyen pozitív építő jellegű kritikát, arra is újra reagálnak rá, hogy ilyen legparasztabb módon bazd meg. És nem, nem értem, hogy, 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 hogy hogy miért gondolják azok az emberek, hogy nekik nincsen mondjuk hova fejlődniük, vagy minden, amit csinálnak, az tökéletes. Miért nem próbálják, miért nem kérdőjelezik meg saját magukat, mert az embernek a személyisége szerintem így fejlődik befejeztem a gondolatmenetet. Nekem az az első válaszom. Én most, igen. Nekem az az első válaszom erre, hogy nagyon sok ember, aki úgy mond népszerű a, a magyar interneten, az nem rendelkezik a kellő mennyiségű érzelmi intelligenciával, hogy fel, felfogja, hogy valójában ő mit csinál, és hogy ő valójában mi, mi minek a a hatásait tudja kelteni az emberekben, és például amikor egy alacsonyabb érzelmi intelligenciával rendelkező ember kap egy egy komoly ellenvéleményt, vagy egy komoly kritikát, akkor abban azt látja, hogy neki valamilyen formában, vagy meg kell magát védenie, mert hogyha valamilyen fogódzó pontot talál a úgymond ellenfélben, akkor azt, azt megpróbálja valahogy oda dörgetni, és, és ezáltal keresi azokat a szépatizásokat, akik hasonlóképpen gondolkoznak, de sokan csak azért mondjuk csapódnak alá, mert mondjuk Őt ismerik, és akkor nyilván feléjük húz a szíve. Most például a te konkrét példádból kiindulva, ugye volt a legutóbbi videó, Bandi, ott is az egyik videós, aki konkrétan azt mondjuk csak megemlítve volt, vagy csak egy pici bevágás volt róla? Említve sem Nem. volt, a nevét sem mondtam mm -hmm. ki, rekálnak. Ja, ja, ja. <gül> 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 <tutas> ő már írt? Ő már írt Orra? arra? Persze. Hát nekem, a, nekem, az izé volt ilyen az Erbence, amikor egyszer konkrétan egy 20 perces videóban kettő másodpercig benne volt, amiben ezt, hogy miért dátumozza be az intrókat, amikor nem napi vlogol, hogy ennek mi értelme van. Amikor egy random tagvideónál is úgy kezd az intróját, hogy 18, 04, 08. És ennyi, ebből csináltam egy két másodperces poént, és utána Instagramon jött a csaja, meg az Erbence, és my sztorikban bazd meg, my elkezdtek reagálni erre, meg privát üzenetekben, mind a kettő így egyszerre. Kaptam ilyen 12 üzenetet, hogy hogy én nem, nem tudom, én betámadtam. Ah, ennek az, az a pszichológiai ti, Az hogy, hogy igen, hogy az ellenvélemény tüntesse fel úgy, mint egy ilyen nem valós dolgot. Vagy ah. ilyen. És ebből én egyébként egy másik jelenség, amit megfigyeltem, pont a szűrőt isó forgatása alatt. Az pedig az a jelenség, aki direkt közel akar kerülni hozzád, mert, mert úgy érzi, hogy van re, ö, van relevanciája annak, hogy egyszer ő fog sorra kerülni a műsorban, mint Alany. Nekem is geciam, hogy és annyira ezért, sokan és ez, vannak így. És ez, ezért keres meg téged privátban, ezért, amikor egyetért veled meg az a véleményeddel, akkor külön leírja neked privát üzenetben, hogy ezzel most annyira egyetértettem. Keresi a társaságod, jópofisztok de úgy, úgy igazából úgy mondjuk találkozásra soha nem kerülne sor, vagy közös videóra soha nem akarja, hogy sor kerüljön, ne. meg mondjuk te sem akarod nyilván, hogy egy barni az meg. Nem például pont ő volt ilyen. Nyilván egy párszor elismételte azt, hogy nem azért akar velem jóba lenni, mert hogy érted, tehát utána meg leírt, hogy azért, tehát azt ezt sem nagyon értettem, hogy ezt átlátja ezt az egészet, meg mondom, érzi ő is azt, hogy, hogy lenne, lenne relevanciája annak, hogy, hogy őt egyszer elővegyük alanynak. És nálam ő volt például az egyik ilyen, aki rengetegszer kereste szűröltik után. És amikor rákérdeztem, hogy amúgy vágja a munkásságomat, akkor azt mondta, hogy nem. Nem hiszem, hogy nem vágja. Szerintem, szerintem azért... eléggé tájékozott azért beled kapcsolatban, főleg itt az elmúlt idők miatt is, különösen az ilyen nagyobb videósok tudják, hogy miről van szó, meg mik mikro Szerintem. Az... Igen, de az nagyon érdekes egyébként, hogy tényleg párhol megemlítik a nevüket, legyen ez egy öt feliratkozós YouTube csatorna, ők, le ők lesznek az elsők, akik akik erről tudni fognak. Hát nyilván eljut hozzájuk az info, tehát most, itt azért nem Reddit van, hanem csak vannak ilyen, ilyen izé, kommentelőik, aztán Hát igen, de én tovább megyek ebben, én egy kicsit szélsőségesebben gondolom, vagy nem, nem most az, hogy szélsőségesebben, de radikálisabban gondolom, hogy ők konkrétan rákeresnek a saját nevükre napi vagy heti rendszerességgel. vannak... Hogy mik terjednek róla. van a hogy mondjuk tíz moderátora, meg nem tudom, van egy kis csapata, vagy ilyesmi. Szerintem van egy-két olyan srác, aki, aki mondjuk ebben segít, és akkor mindig nézik a, akár a hashtagjeit, vagy akár a... Lehet, lehet. Jó. Ja. Úgyhogy igen, vászik, hashtag, hashtag Barni rólad beszélünk a cringe bait-ben. Barni például. Meg a hallgatni a cringe baitet, én, én tudok róla például. Hát akkor majd most kommenteli, hogy megemlítettük, nem? Ja. <laughs> Ja. A, viszont a rendvideósokra mit gondoltok, hogy valami, valami baj van ezzel, maga műfaj az egy probléma, mert sokak szerint ez Rengeteg egy, ez szinten. egy... Marti, kit nevezünk rendvideósnak? Ki, ki egy rendvideós? A például a Manint. Manint. Most, hogy elkezd streamelni, például Manint, azt nagyon annak nevezni. Most, hogy stream, én azt mondom, hogy Manint ment el jó irányba azzal, hogy elkezdesz streamelni. Én is, igen, én is mondtam, hogy elkezde. Neki, neki a streameljen a játékokat, az nem káros annyira, mint amikor a rendvideózást tolta. Manint hívom rendvidósnak, a a Flexet hívnám rendvideósnak, téged nem hívnálak annak egyébként, van de egyáltalán. Ó, a Your sem hívnám annak. Én, ez, ez a rendvidózás ez olyan, mint hogy az influencernek lenne az ellentetje, mint kifejezés, tehát ez az anti-influencernek is nevezhetnénk. Ez az, amit külön generáltak ezt a, ezt a jelzőt azokra, hogy azokra az emberekre, akik ugye véleményt mondanak az influencerekről, ezzel is egy kicsit semlegesítve a hatását annak a véleménynek, ami elhangzik ezekből, ezeknek a tartomgyártóknak a szájából. Tehát ez, ez egy tudatos szógenerálás, mint az influencer, azt is a cégek kezdték el használni legelőször, a partner cégek hozták be Magyarországra, addig nem volt ilyen tartalomgyártóknak hívták a videósokat, youtubereknek, az influencer szót azt tudatosan vették át külföldről, külföldön meg tudatosan generálták, hogy ez legyen a nevük. A randvidózással sincsen más, hogy az is egy tudatosan generált jelző, hogy hogy, 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 hogy valahogyan a videósok el tudják könyvelni, hogy amikor véleményt kapnak, azt ne komolyan venniük, meg amikor nyilvános kritikát. Mert hogy ez csak egy rant, ez csak egy személyeskedés. És a probléma az, hogy tényleg vannak olyan rantvideósok, akik személyeskednek, és ö, sokszor ö, tényleges háttértudás nélkül konteóznak, vagy nem tudom, hogy hívni. Tehát konteókat gyártanak, ugyanúgy, mint a kommentelők, csak videóban. Tartom gyártóknak a tevékenységéről. Hogy milyen összeesküvések lehetnek a YouTube világában a háttérben, úgy, hogy ők soha nem tapasztaltak semmilyet, mert hát melyik partnercéghez lehet egy rantvideós, vagy mehet egy rant rantvideós. Érted? Tehát, a, hogy a Bak ez a legnagyobb problémám hogy prekoncepcióik van, például. <laughs> Tehát, hogy vannak prekoncepcióik ezeknek a, ezeknek a randvidósoknak, amiket így kikövetkeztetnek a YouTube-ból, hát ezek vagy igazak, vagy nem igazak, érted? És hogyha 50%-a nem igaz, abból már egy olyan téves képet kap a néző, ami, ami alapján majd egyszer majd létrejön egy csatorna ezeknek a randvidósoknak a hatására, ami már mondjuk, mondjuk az 5%-a lesz csak igaz annak, amit mond. Adnak a hatására majd létrejön egy másik, és teljesen el fog ferdülni a valóság. Azáltal, hogy nincs átgondolva, nincs koncepciója ezeknek a csatornáknak, én azt érzem a legtöbbször, hogy érze érzelem irányítottan csinálják a videókat. És ezt nem úgy értem, hogy azért csinálják a videót, mert felbaszt őket egy tartalom, hanem úgy értem, hogy akkor csinálják a videót, amikor felbaszt őket a tartalom. Ja, aha. Érted? Tehát, hogy nincsen átgondolva az, hanem felbaszt őket a tartalom, megnyitják a kibaszott jegyzettön fájlt, felvesznek egy pár perc gameplayt, le is írják egyből, és, 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 és veszik föl átgondolatlanul. Random témákra. És, és ez nagyon látszik egyébként a randvidósoknak a, az aktivitásán is, hogy itt valami nincsen rendben, hogyha, hogyha azt kell nézni, hogy, hogy szervezettség vagy ilyesmi. Mert uh, itt is ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen irreálisan nagy, ilyen 10-12 hónapos kihagyásokkal készítenek videókat, hogyha bármi eszükbe jut, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy ez, hogy ez nincsen átgondolva. És, uh, és nekem ez a problémám, hogy. Oké, okay, lehet, lehet átgondolatlan valami. Egy ideig. Viszont amikor az átgondolatlanság ötvöződik azzal, hogy, hogy nincs meg a megfelelő háttértudás egy adott témával kapcsolatban, akkor nem tudom, annak szerintem negatív hatásai. Negatív Na, de hat ez ezt kidönti el, hogy nincsen kellő megfelelő háttértudás. Ezt minden egyes néző eldöntheti, nem? Hogy... Hát, van, hát tények. Hát ez tény. Például, például azok az... az hogy most a. Mondjuk, te úgy hát... ítéled meg, hogy valaki például azt, hogy feltölt FIFA meccseket és, és kommentál rá, az egy tartalom vagy nem tartalom, az nem tény, az egy vélemény kérdése. Példa, hát például, amikor a szponzorációkról beszéltek a rant videósok, nagyon sok hamis állítás hangzik el, amik nem igazak egyszerűen, nem igazak a Youtube-on, nem így ja, működnek a akurat. megkeresése, reakciós megkeresések. Mire gondolsz, érted? Tehát hogy, tehát, hogy egy adott témán belül is túl konteozzák. Oké, okay, mondd el akkor a véleményedet a reakció videózásról az meg, mint hogyha ez külön egy videót érne, hogy valaki reakció. Tehát érted? Tehát az is a másik, hogy meg kell. Meg kell különböztetni azt, hogy valamiről megéri-e megéri egyáltalán véleményt nyilvánítani. És én azt látom, hogy a rantvidósoknak fingjuk nincs, hogy, hogy megéri-e, vagy nem éri meg. Azt látom, hogy vannak randvidósok Magyarországon, akik azon a szinten vannak, hogy egy adott videósnak a kinézete miatt már tolnák a randvidót. Érted? Tehát, hogy nem tesznek különbséget a valódi probléma között, és akközött, hogy valakinek mondjuk, mondjuk szarahaja. Aha. Hogy, hogy ez megéri-e, megéri, tehát megéri-e az, hogy. Hogy, hogy 50 ezer embernek elmond az, hogy ennek a videósnak szarahaja a videóban? Megéri erről véleményt mondani? Ez, ez a kérdés. Számra, tudom, számomra, számomra. a, a rend ugye azt jelenti, hogy ilyen kirohanás, vagy inkább ilyen, ilyen feldúlt vélemény kifejtés. És szerintem az különbözteti meg a rendet a, az ilyen vélemény, az ilyen abszolút semleges véleményformásról, hogy elég elfogult egyik irányban, nem? Ezt lehet mondani hogy az így végig, végig érezhető motivum, hogy egy nagyon elfogult álláspont, persze lehet, hogy tényeken is alapszik, megvan, de hogy benne van egy jó, erős, ilyen, ilyen személyes ilyen meggyőződés a témával kapcsolatban, és általában megpróbál lejáratni valakit, és kicsit ilyen call-out módon így, így, hát így, megpróbálni fölhívni magára a figyelmet, hogy lehet, hogy ez a másik videós majd erre reagál valamilyen formában, ez így van, ez rá, mindig rá, így rá, benne van. Ja. Igen, erre utaltam egyébként, amikor azt mondta, hogy ilyen érzelem irányítottan csinálják nagyon. Tehát, hogy dominál náluk egy érzelem, amit, amit így vetítenek ki, és, és, tudják, hogy milyen reakciókra számíthatnak, várják is egyébként, hogy, hogy ezt lássák, tehát ez ilyen kicsit ilyen figyelem, figyelemfelhívás is, hogy itt vagyok, hello, figyeljél rám. De közben meg ott a paradox, hogy miközben figyelem, ott a paradox motivum, miközben figyelemfelhívásnak szánják a véleményüket, tehát nincsen, nincsen, belegondolva semmi mélyebb üzenet, hanem figyelem felhívás egy adott esetben. Viszont ott a paradox helyzet, hogy felszeretnék hívni magukra és a figyelmük, hívni magukra és a véleményükre a figyelmet. De közben, meg, de közben meg, bevágnak egy gameplay alá, és azért mégsem, nem, azért mégsem akarok annyit, mint amit mondjuk egy mainstream videós megtesz, hogy, hogy névvel arccal, vagy mit tudom én, érted? Te hogy ez a kicsit, nekem ilyen, kicsit nekem, kicsit hogy... nekem Bocs, kicsit nekem ez ilyen ellentétes érzemeket vált. Mondi szerinted is, a, mint hogy ez a rend, ez mondjuk hozzá azt, hogy vállod vagy nem válad az arcod? Vagy adj, attól rend, vagy nem rendte valami? Vagy... Hát, hogyha személyeskedik az ember, akkor szerintem a nélkül személyeskedni ténylegesen kibaszottul ilyen, hogy mondjam neked, ilyen... Uh... YouTube komment színvonal. Na, pontosan, pont azt akartam felhozni, ja, ja, hogy én rengetegszer veszekedtem, veszekedtem relatíve, ugye, a komment szekcióban így, ilyen kommentelőkkel, akiknek az egyetlen egy érvük az, hogy dagat vagy. És akkor mondom, oké, okay, rendben van, mit tudom én, Székely Ricsi tök jó, te meg egy hülye dagat fasz vagy. És akkor mondom neki, hogy oké, okay, rendben van, értem, de te egy arc nélküli kommentelő vagy, aki csak személyeskedik itt a komment szekcióba. Én vállalom az arcom, vállalom a nevem. Ricsinek megadtam a lehetőséget, hogy esetleg megvédje az ő részét. Itt van az én izé megjelenésem. Ő is személyeskedhet, hogyha úgy akar, de ez így kipaszottul unfair, hogy te név nélkül, meg arc nélkül személyeskedsz. Hogyha vélemény formálsz mondjuk normális módon, személyeskedés nélkül, akkor még olyan szinten megy. De ténylegesen meg kell adni ugyanúgy a lehetőséget a Másiknak arra, hogy mondjuk ténylegesen tudjon reagálni, hogyha mondjuk ő csak személyeskedni akar, úgyhogy te mondjuk normális érveket hoztál fel, akkor legalább végül is ez egy újabb, úgymond, relatíve támadási felület arról mondjuk, akiről csináltad esetlegesen a videót, hogy, hogy őnek így csak eddig terjednek mondjuk az érvei, hogy ő csak, ő csak személyeskedni tud. Tehát szerintem amúgy van előnye annak, hogy mondjuk, hogy mondjuk Izé, mit tudom én arccal, meg rendesen névvel, meg mit tudom én csinálok. Nekem például ugye ebbe a videózásba, én azért csinálom így, mert kurvára fel lehet dobni az, hogyha mondjuk ténylegesen egy ilyen vizuális nit bebaszok ide meg oda, mert ugye nekem elsősorban ugye nyilván a vélemény formálása a célom, de ugye próbálom a poénokkal könnyebben emészhetővé tenni, meg sokszor ugye elbagatelizálni egy-egy embernek a személyiségét azzal, hogy lehet belőle gyakorlatilag viccet csinálni, ezzel úgymond egy kicsit letörni a szarvát ennek az embernek, mert kibaszottul egoista mindenki ezen a platformon nagyjából. És, és ugye... Meg a világban. Meg, meg általában, ugye, igen, általánosságban véve. És hogy ugye szerintem ez egy tök jó, úgymond eszköz is arra, hogy te normálisan jobban ki tud fejteni a véleményedet, illetve, hogyha már támadsz valamit, akkor legalább te is fektessél legalább annyi energiát ebbe a dologba, mint amit mondjuk kritizálsz. Mert azért ténylegesen mondjuk egy videót megvágni azért több időbe telik, mint mondjuk egy hangsávot, meg egy vágatlan gameplayt esetleg. De ez számít. Meg nekem, nekem marad... számít, hogy mi mennyibe tudom... mennyi idő, meg ilyenek. Hát persze. Nekem, nem, nem, nem számít inném. Számít. Ez, szerintem, ez szerintem egy... Én, én azt tapasztaltam, hogy hogy az időt és az energiabefektetést a végeredményhez kötni nagyon nem hatásos nagyon sok esetben. Mert ezekbe jönnek azok a téfitek meg azok a, azok a gondolatok az emberben, azokat a gondolatokat ébreszt az emberben, hogy hogy, hogy ő elvárná másoktól, hogy, hogy belelássák azt a 12 órát, amit dolgozott azon, ami egyébként a végeredményben egy nagy szar lett. Tehát inkább arról van szó, hogy le, legyen hatásos az az idő, meg energia, amit rááldoztál valamire. Tehát egy, egy alapból szar koncepcióval el lehet lenni, az meg éveken keresztül is. Senki nem fogja a végeredményre azt mondani, hogy de legalább egy évig dolgoztál rajta, hogyha szar. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez számít, viszont amit a rendvidózással kapcsolatban így, így el tudok mondani, hogy én, hogyha rendvizózásra gondolok, sajnos az a, sajnos az a tapasztalatom, hogy, hogy nekem az igénytelen szó jut eszembe egyből. Hogy igénytelen a, a vélemény, igénytelen a, a közlésmód, és és az jut eszembe, hogy nagyon sok esetben egyébként így 2012 óta láttam ezeket a neveket felbukkanni. Például Gogut is láttam már a 2014-es OVS fesztivál alatt kommentelni, Flexnek a nevét nagyon sokszor láttam 2012 óta szintén a komment szekcióban, illetve még azból az időszakban is, amikor másfajta videókat gyártott, szintén ugyanez van a Maninnal. Tehát az 2015-ben is már téma volt egy-egy videósnál Manin, mint személy. Tehát nekem az a. Az a, az a, az a az, az 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 élményem, hogy nagyon sok ö, ilyen ö, ilyen randvideós az úgy kezdi, hogy még nem akar véleményt mondani a, a YouTube-ról, hanem bele akar integrálódni a mainstreambe. És amikor ez kudarcba fullad, és rájön, hogy az emberek annyira nem kíváncsiak rá, akkor fordul ehhez a módszerhez, hogy akkor inkább mondjunk véleményt arról, hogy, hogy milyen szara többi. Tehát én azt érzem, hogy 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 itt az, hogy jó a cél, tehát, hogy véleményt mondunk trashről, és felnyitjuk az emberek szemét, az mellékes. Az egy véletlen, tehát ez olyan, mint egy zsákból húzták volna ki, hogy a flex, vagy bárki éppen egy jó cél érdekében mondja a véleményt. Én úgy érzem, hogy az nem. Nem az a prioritás. Hanem, hanem itt, egy, itt egy jó cél ö, rossz indokok alapján, készül el, vagy nem tudom, hogy ezt most rosszul fogalmaztam, de hogy itt, itt van egy cél, amit, amit rossz indokok alapján próbálnak megvalósítani az emberek, és egyszerűen csak egy, egyszerűen csak egy orosz rullett, hogy mikor fordul át abba, hogy a cél lesz negatív. Érted? Tehát hogy, tehát, hogy mit tudom én, de nagyon szélsőséges példával élve, az összes diktátor a Földön azt hitt, hogy, hogy nemes cél érdekében cselekszik eddig. Bárki. Tehát té téfit, hogyha azt gondolnánk, vagy nem is egy de a legtöbb esetben tévít, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy, ők azt gondolták volna magukról, vagy például Hitler, amikor megölt mondjuk több millió zsidót, azt gondolta volna magáról, hogy ő, amit tesz, az rossz. Egy, egy, szerintem egy pillanatig. Vagy az, hogy mit tudom én, most akkor aktualitásokban nézve Putyin, vagy, vagy Donald Trump, vagy bárki, aki. Ezt szerintem ezek meggyőződésük az, hogy, hogy amit cselekszenek, az, az jó, és nem látják a mögötte húzódó érzelmi változásokat magukban, amik miatt ezeket a dolgokat meglépik. Tehát nem látják azt, hogy mennyire ferdült el az eredeti ideológia, vagy az eredeti kép abba az irányba, amibe elmentek. És, ez, és ettől félek a rantvédósoknál, hogy ez, hogy ez számomra tényleg egy, tényleg egy kiszámíthatatlan orosz rulett, mert ha mondjuk elég nagy hatalomra, vagy idézőelesen követő táborra tesznek, fel, tesznek szert, akkor. Akkor egyszerűen azokból a tendenciákból, amiket a csatornáikon látunk, azt a következtetést lehet levonni, hogy akár még feltűnést mentesen átváltozhat a tartalom egy olyan irányba, amit, amit szinte, ami szinte, szinte így bele fog simulni az eredeti képbe, és utána azt fogják hazudni, hogy ők ezt képviselik. É. És közben már. Évek óta nem. Évek óta nem arról. Az, beszélünk, hogy egy Csomó mindenre mondjuk. utalsz úgy, hogy nem tudom, hogy konkrétan. Lehet, te biztosan konkrétan gondolod, csak lehet, hogy a nézők sem, én sem értem, hogy pontosan kinek a változásai. Mondjuk 2012 óta rengeteg minden történt, tehát gondolhatja valaki, úgyhogy lehet, hogy már nem ugyanazt akarom képviselni, vagy nem ugyanúgy akarom megfogalmazni magam, és lehet, hogy emiatt is változik hát, valaki. Hát, De például, hogyha. Hát nem, nem, nem. nem a... Bocs, csak ott mondtam konkrét jelen. Ez a 2012-es. Tehát, hogy azt, azt láttam. Hogy, hogy, voltak, akik bele akartak volna integrálódni az akkori mainstream videósok közé, azok közül, akik most rant videósként Aha. sikerült felfutottaknak lenniük. Érted? Tehát ez, ez egy elég vészjósló jel, hogyha ilyen könnyen vált az idézőjelesen a, a, trendeknek, a, trendeknek a hatására ilyen idézés álláspontot, vagy, vagy oldal. De most, most... Vagy abban, figyelj, amit képviselsz. Most azt egy ilyen nagyon tudatos youtuber, hogy te is csináltál a Dezső Bencével közös Videót, mégis most már nyilván elítéled vagyok, nem tudom, nem hiszem, hogy nagy Bezső Bence fan vagy. Nem, nem, hát megváltozott. Ja te de megváltozott Dezső Benz az évek yeah. során tartalmilag. Akkoriban sokkal több vélemény kifejtő videója volt Dezső Bencének. A 2015 környéken elmondta a Kimi is a véleményét, emlékszem, hogy csinált még az akkori tinédzserekről is videót, tehát változott az ember. Akkor voltak már vészjó, vészjósló jelek nála is, mert élőben mondta többször, hogy ő el fog menni ebbe az irányba, de hát nyilván ameddig nem történik meg addig az ember annyira tehát akkoriban, tehát mennyi voltam, 15-16 éves, alakult az, hogy mi lesz ebből a YouTube csatornából, a Fanmade Makerből, de nem úgy kezdtem alapból a YouTube-ozást, meg alapból ezt az egészet, hogy hogy nem sikerült befutnom éveken keresztül egy adott tartalommal, majd amikor láttam, hogy a rendelés ment, akkor hozzányúltam ehhez a dologhoz. Tehát itt már, itt amikor például a szűrőt elkez itt elkezdtük, már egy komoly követőtábor volt a csatorna mögött, és az, az előtt is egyébként, még a szűrőt is előtt, már amióta az eszemet, amióta az eszemet tudom partnercégek tekintetében, tehát amióta kapcsolatom van a partnercégekkel, én összetűzésben vagyok velük. Lehet, hogy ezek a háttérben folyó harcok voltak eddig, amik nem voltak annyira nyilvánosak, de hogy én el, ez ellen harcoltam, ami, amióta videózok. Most pedig az előadás miatt, kis spoiler, kerestem vissza egy 2012-es videómat, amivel már erre hívom fel a figyelmet, hogy ennek ez lesz a vége, ami, ami most a YouTube-ból lett. Úgyhogy, úgyhogy ez a, ez, ez a fajta mentalitás, ez az én csatornámban, meg a személyemben, ez ott, ez ott volt végig. És, és néha háttérbe került a, az, az ilyen viccesebb videók miatt, amiket én a mai napig nem értek, hogy, hogy egyesek miért hoznak fel úgy, mint hogyha bizonyíték lenne ellenem, hogy megváltoztam. Igen, megváltoztam, Baz meg, hát 13 évesen kezdtem el ezt a YouTube csatornát csinálni, eltelt azóta 7 év, baszki, hát még jó, hogy megváltoztam, szomorú lenne, hogyha még a Minecraft gameplayeknél lennék mindig leakadva, az meg. Tehát ez, ez, lenne a leg, ez lenne a legkevesebb, a ez lenne a legrosszabb szerintem a tendencia tekintetében, hogyha még hét év múlva is ugyanazokat a szarokat gyártanám, amiket akkor fejlődtem a vágás tekintetében, úgy gondolom, hogy, hogy tapatrám, rám tapasztalat és tudás, mind üzleti szempontból is, tehát dolgoztam azóta helyeken, tehát most már én is úgy érzem, hogy, hogy, hogy megérte várni azzal, hogy, hogy a vélemény kifejtő vonalon jobban elinduljak, meg rá ráfeszüljek erre jobban, jobban, jobban magaménak érzem például ezeket a gondolatokat, mint akkor, mert az volt bennem, főleg így a tínédzser koromban, egyrészt nem vettek annyira komolyan, ugye a korom miatt. Ez még, még, egyébként még így is egy kicsit problémának érzem, pedig már nem, tehát már nem a tizenéves korosztály, tehát ez volt az egyik problémám. A másik az, hogy még én sem éreztem, hogy, hogy megfelelő mennyiségű háttértudás lenne bennem, már csak az ilyen YouTube-os témákkal kapcsolatban sem. És a igyekeztem azon a szinten maradni, ahol a tudásom áll. Hát de most sosem nem így kéne csinálni sosem megelőzni mindenkinek ezt. Mindenkinek egyébként, hogy megkérdőjelezi saját magát először, nem? Hogy 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 ténylegesen Nekem úgy van, az volt a fe... hogy, ahogy, én, ahogy én gondolom, hogy meg akarok győződni arról, hogy ne beszéljek hülyeséget a levegőbe. Szóval, ja. Nekem az volt a fejemben, hogy nem álltam készen erre. Uh -huh. Tehát nem álltam készen arra, hogy, hogy egy műsor gyártsak, nagyon régóta a koncepció meg volt a fejemben, egy, egy nagyjából egy három éve ezt a szűrőti isó ez már ott volt leírva nekem egy doksiban, hogy ezt szeretném, ahogy most is rengeteg ötlet van leírva, ami, 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 amikről érzem, hogy nem vagyok kompatibilis lelkileg, meg mentálisan, hogy most ebben a pillanatban megvalósítsam ezeket. Lehet, hogy majd hat év múlva lesznek megvalósítva, vagy kettő. El fog jönni az ideje annak is. Éreztem, hogy egy műsor vezetéshez, meg a hozzájuk kapcsolódó PR tevékenységekhez, vagy a faszom tudja mikhez, nem vagyok elég érett személyiség, és eljött az a pont, amikor megtaláltam ugye a Bobby személyében a megfelelő embert, és belenőttem ebbe a feladatba úgy érzem, hogy hogy tudtam, hogy, hogy, tudtam, tartani, és itt, és itt is az volt, hogy most egy évig csináltuk ezt, és akkor megint azt éreztem a szülőti végén, hogy, hogy a második évad vagy túlnő most rajtam, ottól jelenleg tartok, vagy pedig leragadunk egy bizonyos szinten, ami viszont már nem produktív abban a tekintetben, hogy, hogy, ugyan, hogy önmagunkat ismételnénk éveken keresztül, mint például az Otherworld Zoli. Ja, de szerintem nagyon erős következtetés az, hogy mondjuk a ki mit mond magáról, meg hogyan fejlődik, meg hogyan éli meg azt a fejlődést, meg miként látja a saját karrierjét, mert és nem is akarok belemenni mondjuk az Oli példájába, de csak visszatérve a maga a rend műfajra, hogy ugye a bandit mondjuk akár adott abban az esetben, amikor a rekára gondolunk, a, bandit le és hát a renterek azok, az tényleg, ahogy te is mondtad, hogy ez csak az ő is véleményük, a saját kis világukban, ez csak fikázás, ez ilyen, ez ilyen köpködés, és gyakorlatilag ettől el kell határlódnia mindenkinek, mert ez, ez egy, csak egy negatív vélemény. És én, én azt szeretném inkább kinyilatkoztatni, hogy ha valaki megfogalmaz bármilyen véleményt, és mondjuk a, a, egy, egy, nagyobb mennyiségű ember egyetért fel, akkornak valami alapja biztosan van. Abba belegondolni, és mondjuk érvekkel uh, reagálni különböző pontokra, az egy, az egy, az egy vita alap, az egy, az egy, beszélgetés. De amikor te csak el, el, elmondod, hogy valakinek a véleménye át az, az jelentéktelen, csak azért, mert ez egy ilyen műfajban uh, jelentkezik, vagy így nyilatkozhatja ki valaki, mert én annak nevezem, az azt szerintem még nagyobb butaság, és még inkább azt a láthatót kelti, hogy az az ember az, az nem bír megbírkózni ezzel a kritikával, vagy ne, ne, nem tudja megemészteni, és valahogy így csikorgatja ki magába. Az, szememben nem nőtt sokat a rekel. Pont mint Pont, mint a káromkodás, vagy a stílus miatt magadba elhitelteleníteni egy adott Igen, véleményt. Igen, a stílus, meg a tartalom, ö, szerintem néha ugye valaki számára, például számomra, ez egy fontos ilyen motivum a videóban, hogy ha valakinek egyetértek a de a stílus az túl karcos nekem, nem bírom nézni valamit. És biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen ember, és attól függetlenül még lehet, hogy... És hogyha egy igénytelen egy igénytelen gameplay van bevágva alá, és egy összeszedetlen gondolatmenet káromkodás nélkül, akkor viszont abban az esetben már a Rekál gondolatmenete a hibás, hogy ezért hitelteleníti el az adott videósnak a videóját, meg a véleményét. Nem, én nem azt mondom, hogy a káromkodás miatt valakinek a... Be, be, például Rekál az nem erre gondolt. Ő arra gondolt, hogy az, amiket mondjuk a bandi megfogalmazott érként, azok nem igazak, vagy, 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 vagy amit a bandi csinál, az se jobb annál, mint amit ő csinál. Nem, nem arra van hogy mm -hmm. ő milyen stílusban fejezte ki magát, mert szerintem azzal mondjuk nem volt, abban nem kötött bele, mert saját stílussal, tehát sokkal, mint hogy. Hát, de mint a rend, nem? Igen, így, így, így van, fajta, van tehát, így van. Hát a viccem, hogy ebben az egészben az volt ugye tényleges, egy 10 másodperces klipet vágtam bele Rekál, Rekáltól, és egy válaszkommentként írt, vagy négy kommentet, tehát nem is önálló kommentet, és akkor így ennyi volt, hogy így izé, hogy tehát nem is nevezett nevemen a saját csatornám komment szekciója alatt, hanem azok a lerenderezett, hanem hogy az ilyen renterek, érted? És ennyi. És amikor meg átmentem a Jason Play-nek a videója alá, és egy, egy hosszabb komment így mit tudom én, vitatkoztam Jason play el meg Rekállal, akkor meg felhozta például érvnek az, hogy de hogy én nem is ismerem őt, biztos nem is tudom még a, őzét, a polgári nevét sem. Wow. Úgy, hogy, hogy oda jön a komment szekcióba, az lerenterezik, érted engem. Tehát a... az ilyen renterek, ja, kocsi. Nem igen, pontosan, ja, igen, pontosan, jajá. Számomra ez értetetlen érvjárás, amikor azzal érvelnek vidósok, hogy de ők élőben amúgy jó feje. Igen. <laughs> Ugye ezt, ezt nem értem, hogy lehet összemosni valakinek a magánéletét, a munkásságával, amit az interneten képvisel. Értem, mert én, én, én a mai világban kevésen emberrel találkozom, a buszsofőrökön kívül főleg hosszú távú, tehát ilyen nem tudom, ilyen távolsági buszoknál, főleg amikor jegyet kell venni, akkor kevés kedves buszsofőr volt eddig életemben. De úgy kevés olyan emberrel találkozom, akivel így külön megbeszélek találkozót, aki ne lett volna jó fej. Érted? Tehát nem szoktak így lebaz megolni engem csak új random emberek, vagy ilyesmi. Ja. Tehát erre hivatkozni, meg hivatkozási alapnak lenni, hogy te nem ismersz engem személyesen. Hát ez megint, nem? ez megint az érzelmi intelligencia. Hogy, hogy ő nem, ő nem úgy látja kívülről, ahogy egyébként valaki, aki, aki, kicsit így empatikusabb így a világa kapcsolatban látná, hanem ő csak a saját viszonylataiból tudja nézni az egész dolgot. Csak abban az egyetlen szemszögből, és abban a szemszögből neki van igaza. Hát, hogy a fenében el neki lenne. Igen. Igen. Ez érdekes, érdekes. Amúgy ez, egy, ez egy olyan, mint, olyan, mint, a szüzesség elvesztése egy kicsit. Már, Mármint. Mármint, hogy az, az a, része, hogy, hogy ez, Erben színű is ugyanez volt, amikor először elkezdtek róla vélemény kifejtő videókat csinálni, és Gerinél is, az az érdekes. Sőt, nem csak Gerinél, de Szabiesnél is, várjál, de Dazisnál is, igen. Hogy az legelső hullámba, amikor már megunják az emberek, vagy a, ezek a videósok, hogy, hogy tolják ki magukból a szart, és akkor elmondják a véleményüket, ez, ez, a rekálnak az első hulláma volt, amit te csináltál, ez a 10 másodperc. Az inger küszöbe az még nem ért el odáig, hogy ez befogadja. <laughs> És ez, ez majd szépen tágulni fog, hogy egyre többen elmondják majd róla a véleményüket amúgy. Ja. Igen, igen, mert ugye a Jó Choice is ugye már beszélt, vagyis így pont ugyanilyen szinten pont ugyanilyen szinten említette meg a, a Your Choice a sokkoló legújabb részébe, a rekált, mint én, tehát ők sem mondták ki még a nevét sem, hanem bevágtak tőled egy ilyen izét, és egyből született belőle bazd meg egy kommentlánc. Hát beszarsz, bazd meg. Trigger elődnek. Ennyi. Easy to trigger. Hát bizonyám, bizonyám. Ah, nagyon-nagyon érdekes ez az egész egyébként. Szóval most, hogy megbeszélhetünk minden hatalmas nagy témát, és kiveszhetünk magunkból mindent, és, 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 újabb barátságok születnek itt, meg minden, meg, 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 a, meg a meglévőek, meg még erősebbek lesznek. Most térünk rá a, a podcastnak a leges, legpozitívabb ö, blokjára, ami a gyújtsunk fényt az éjszakában, ö, ahol megkérjük a jelenlegi vendégünket, azaz most Nagy Márton, kedves Nagy Márton, van még még a Nagy Márton, ö, Légy szíves, ajánljál nekünk egy csatornát, ami, ami neked tetszik, és azt gondolod, hogy több figyelmet ö, ö, több figyelmet kéne neki szentelni. Jó, jó. A csatorna, amit ajánlanék, egy e-mail váltás kapcsán került a látókörömbe, méghozzá azért, mert ő keresett meg. És ugye általában, hát nem tudom, hogy ne, nálatok szoktak-e ilyenek lenni, hogy csak úgy linkelnek egy csatornát, például e-mailben, vagy a nézőitek Előfordul. ajánlanak, hogy én megmondom őszintén, hogy egy idő után már feladtam, hogy a nagy részét ezeknek komolyan vegyem, és ne csak a hirdetést lássam benne, de amikor egy nagyon igényesen megfogalmazott e-mail van körítve hozzá, akkor az mindenképpen jel arra, hogy, hogy azért komolyabban kell venni azt, hogyha, hogyha írnak, főleg, hogyha már e-mailre szállja magát az ember, e-mail írásra, és nem csak egy komment, vagy ilyesmi, vagy nem egy Instagram privát poszt, vagy mi a faszom. Szóval ott kaptam egy e-mailt tőlük, és az Ideológiák Tárháza nevű YouTube csatornától konkrétan, és őket tudnám javasolni azoknak, akik néznek. És mire szól a csatorna? Kicsit, ha már ismered, akkor kicsit promózd de azért, azért, mondtam el külön ezt az e-mailes dolgot, mert tényleg nagyon ritka, hogy normális ilyen e-mail jön. Tehát ezt szerintem meg tudom számolni egy kezemen, hogy amióta videózok hány. No, egyszer jött egy zenés csatorna, arra emlékszem, amíg egy jó zenéket csinál, de ezen kívül mondom, ez a kettő, szerintem, amit most így hirtelen tudnék. Hát az ideológiák tárházából, meg a nevéből kifolyólag ezekkel a témákkal foglalkozik. Amilyen bemutatja az ideológiákat ilyen, nem tudom, ilyen Dióhéban. vagy hogy szokták mondani. Milyen érdekes koncepció és, egyébként. Igen, kicsit rendet tesz a fejekben, hogy, hogy ne lássuk szélsőségesen például a, a, a nemzeti szocializmust, nacionalizmust, vagy mitent. A, a saját vélemény, vagy politikai analogia. vélemény van benne? Én azt vettem észre egyébként, hogy a legtöbb videójuk, egyszer betettem egy ilyen maratont éjszaka a ozás közben, az, vagy a videója a srácnak, azon kívül, hogy ő maga csinálja a zenéket, amiket felhasznál a videókhoz, ami szintén nagyon szimpatikus. Azon kívül az is érdekes, hogy, hogy nagyon. Az, az érdekes, hogy, hogy nagyon. Tehát, hogy, hogy nem foglal állást. És, és mégis az a sok politikai nyomás, ami ér minket nap mint nap, mégis úgy tűnik, mintha ő az, aki állást foglalna, miközben szerintem ő az, aki objektívan elmondja azt, hogy, hogy, hogy egy ideológiának mi volt az alapelve, miről szólt és hova jutott és a sok politikai nyomást, amit kap az ember, mégis, mégis azt érzi, hogy ő, ő az, aki állást foglal. Ez, ez, az ilyen, ez az ilyen, nem tudom, ez, 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 ilyen benyomása az embernek. Vagy, vagy lehet, hogy csak bennem van, amikor nézem, hogy olyan fura, hogy ezt így valaki nyíltan semlegesen meg tud fogalmazni. Tehát nem ilyen, nem ilyen nemzeti indulattal, meg nem ilyen, ilyen sérelmekkel a múltról, mint például a hormonmentes volt a szexualitás kapcsán, ugyanez egy picit, hogy először fura volt, tudod, hogy nem, nem álló fasszal nézed a szex videót, vagy mit tudom én. És ugyanez van itt is, hogy ez fura, mert eddig például na nagyapáink beszéltek a, a világháborúról, néha azért szóba jött az, hogy köcsög nácikba az meg, vagy ilyesmi. Itt meg nem. Itt meg csak elmondják, hogy mi volt a nemzeti szocializmus lényege. Ennyi. Hát már számára érdekesek, vagy ö, akinek mondjuk ez érdeklődési köre, illetve ténylegesen mondjuk érdekli, gondolom, jobban ezek a témák, azoknak biztos, azok számára biztos, hogy érdekes. Szóval check it el, van. itt egy kezdj! Van egy videója, az a cím, hogy mit jelent az influencer, ha már más nem győzött meg titeket. Talán ez meggyőzhet. És kevesen nézik szóval mindenképp megiratkoztatok fel, szerintem, hogyha akarjátok támogatni, hogy... Igen, de én, én, én ezt most megjósolom, direkt, direkt belemondom, hogy majd lehessen hivatkozni rá, hogy én ezt 2019. januárjában már kimondtam, hogy szerintem egy idő után be fog robbanni ez az ideológiák tárháza. Én azt gondolom, hogy ez pont egy olyan csatorna, ami majd berobban egyszer. Szerintem sok, sokan, sok, sok múlik hogy lesz egy virálisabb tartalom, amit mondjuk pont betalál, és amiatt felfedezik rengeteg, és akkor lehet, hogy alapból sokan ugye megmaradnak nézőnek. Ettől függhet szerintem. Lehet a, ja. a szerencsefaktort, ezt nem tudja befolyásolni, de az igényesség, a tartalom, meg a, meg, a, meg, ho meg a hozzáértés, az nagyon látszik nála. Úgyhogy már csak a szerencsét kell eltalálnia egy-egy tartalomnál szerintem az betaláljon. Igen, csak ez, ez elég ilyen mély téma, tehát ez nem ez a könnyet cuca, amit csak így belősz, így nem tudom, 15 évesen így a Youtube-on, hanem lehet, hogy kicsit érettebb Vagy közben. hát, hát de mondjuk, szerintem 15 évesen is lehet végül is ez az érdeklődés. körül, lehet. Nem? Csak, csak, Tehát, csak így nem látom azt, hogy erre Magyarországon, vagy az ilyen nagyon úgymond igényes, vagy, vagy egyetemes tartalmakra, így, így ilyen, vagy hát, ha tudtok mondani olyat, ö, akkor, akkor tévedek. Én jobban szeretném, hogy erre lenne igény, mint a kibaszott focis reakció videókra. Az az. Hát az ultimate cancer nálam ez a, a valaki néz valamit, és, és néha egy anyád mekkora, úristen, ha hát beszorunk Na, és, és, akkor ezt kell nézni, hogy be tudnám fejelni Nagyon nem. Hát, Marci, van ebben a reakció potenciál? Nem? Mármint, ahogy videó csinálja jól. Szerintem lehet. Ki már láthat... olyat, láttatok ma, hogy a reakció best of csinál a reakció videóiból? Ez nagyon vicces. Ja, a le, izé top top 10 izé, reakció dolgokra. Ilyen van a rekánál. Nem tudom, nem gondolom, hogy nála. Csak, hogy igen, gondolom ilyen top 10 reakció mások kontentjére, amit én ellopok, és válkatlanul feltöltök István. a csatornámra. Amúgy kedvencem az Ábrahám Róbert, amúgy ez beszorán. De amúgy ez nem, ez ez nem sokkal taknyabb dolog, mint még, mint még a youtube is. Tehát, mint amit a youtube Számomra ez még annál is aljasabb. Szóval e és is ezzel vagizni... Kevesebb akar. munka van vele. Hát ezzel, ezzel vagizni, hogy... nem Kevesebb... <laughs> kevesebb munka van vele, Marci, azt akartam mondani. Ennyit, a, ennyit. ennyit... <laughs> olyan kedvesek vagytok, hogy így ennyire tiszteljetek egymást, és nem vágtok egymás szavába, azaz, mikor belevágtok egymás szavába, akkor is mind a ketten leálltok. Szóval most már én fogom majd ezen vezényelni ezt a dolgot, még annak ellenére is, hogy lassan vége van az adásnak. Szóval... Balna, amit mit akartál mondani? nem, ne, nem tudom. Azt akartam mondani, hogy hogyha valaki azzal vagizik, hogy van százer követője, és a, 10 tíz legnézettebb videó az az, hogy feltölt egy olyan videót, amit alapból megnéztek már 10 millióan, és ő egy kicsi kis pici dobozban, a képernyő sarkában közhelyeket durroktat, és erre, erre feszít, és erre azt mondja, hogy na igen, bazd, meg én tessék el, értem ezt, meg én nagyon befolyásos vagyok számomban, az én szememben ez egy ilyen egy katasztrofális világkép. Tehát hogy biztos, hogy egy ilyen ember nem, nem tudnék, nem tudnék így nyugodtan egy szobában ülni és terefelelni bármiről. egyszer olyan szinte zavarna, hogy nagyon-nagyon triggerel. Ez nálam a YouTube legalja most, jelen pillanatban. A reakció videók? Nem a reakció videók, azt hittem, hogy már kihaltak egyébként. A külföldön kihaltak a reakció videók. Hát ez a fajta reakció. Hát, mert mert azért a YouTube... semmi. Ez a formáció. hát van, Vannak csatorna. Mondja hát az a csatorna, van egy olyan a Jinx. De ma meghalt a Jinx egyébként, a Jinx Reload. Hát nem, tényleg, meghalt. Persze, hát már nem csinál content, tehát hogy ne. Már, már de, így de most, ahogy nem, itt van 17 órája. És Tudom, a reakció videót? Mondani. Igen, igen. Most akkor megint a, compilation. Most megint a izé, most megint a reneszánszát éli a reakció a videó külföldön is, hogy mi a fasz. Nem, de hogy is pont ezt akarom mondani, hogy 1.700.000 követője van a csávónak, és 4.000-en nézték meg. Na, igen, Tehát, onnan már ki lett verve a fejekből. Tehát erre akartam mondani, ja, ezt, hogy, hogy a, hogy a reakció videók ilyen szinten eltűntek, hogy nem kíváncsiak már erre. Tehát, hogy valahogy felettek így, búztolva azok a nézői igények, el lett nekik magyarázva az, hogy, srácok, ez Geci igénytelen szar, ne nézzétek ezt. Van ezer másik izé tartalomgyártó, és amúgy, és szerintem itthon is, itthon is lehet, hogy el kéne kezdeni mondjuk ettől relatíve tartani, hogy ha. Az a generáció mondjuk, mondjuk mondjuk, a következő generáció mondjuk beér és mondjuk ténylegesen lesz közt, köztük olyan ember, aki, aki mondjuk tud igényes tartalmat gyártani, akkor ezeknek az ilyen szaroknak így így leáldoztak a picsába szerintem. És a szerintem faszon, hogy nem tartunk tehát... ott, mi így egy ilyen vissza, visszaugrunk az időben mindig így a világhoz képest, hogy három évvel vagy... Nálunk még hogy? ez mindig trend, trendi ez a megnézzük. Na, nálunk van, van egy delay, hát van egy van. delay, sajnos. Van, 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 igen, persze. Hát itt, itt még, It, itt itt még például... kell küzdeni. <gül> Bőven. <gül> hát itt például most, most jön az a rész, ezt is szintén Barni írta, és ez, ezeket direkt akarom publikusan elmondani, hogy ő mondta, hogy, hogy ba, ez is kurva egy elég súlyos jelenségre hívja fel a problémát, ez a, ez a privátban bratizunk le a többi emberrel, bazd meg. Ez, ez egyszerűen ké, ez ez annyira ez az egyik legirítálóbb számomra, hogy így, akarunk, így akarjuk jóvá tenni a nyilvánosan okozott károkat, amiket csinálunk, hogy majd privátban lebratizunk egymással, és akkor majd minden oké. Okay. Hogy, hogy ha egyszer trend lesz, ha egyszer trend lesz a véleménykifejtés, azonnal, azonnal az lesz, amit csinálni fognak vágott, hogy ez így, ez így már el van tervezve, hogy amint átfordul a tendencia jönnek majd. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen tudatosan felépített ilyen trendkövetés. követés. tudod, mi az egyetlen, vagy ami tudod, örök hogy... és, és, és örökzöld, és igazából soha nem fog változni a Minecraft. Az, az a nem tudom hány éve, még mindenki jól el van. Hát van egy pár eflikálják. A Minecraft. De a Fortnite átvettem. Ja, lehet, hogy átvett a vezetés, de hogyha most megnézed, hogy mit tudom, van aki Minecraft videós, és marha nagy a világon, brutáljon megy mindig. Én is Minecraft videó szerettem volna mindig lenni egyébként. Konkrétan. Hát, ja, ja. csak mindig. Igen, és el... Az a baj, Én hogy kurva kezdtem. öreg vagyok már alapból. Tehát, De te amúgy De. So a minecraft pedig. A Minecraft-osat azt úgy érzem, hogy kezd egyébként már külföldön lemenni nagyon. Például van ez a Caption Sparkle, ez nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Most jelenleg kereken 10 millió követője van. Átlag megtekintése Minecraftozik még mindig. 50 ezer. Uh, that's a pretty gay. Hát jó, ja, ja, ja. Hát nem tudom hány százalék az, az egy százalék sincs, ha jól számolom. <laughs> vagy van? De amúgy. Uh, milyen napi feltöltései vannak, vagy ilyen napi több? Hát uh, egy nap egy videó, hogyha jól számolom. A akkor igen. Na jó van. Tehát uh, az meg azért. Az én nézettség, Na az én. Köszönjük Asza. szépen ezt a, ezt a nagyon nagyon remek ajánlást egyébként, még, még hogy még így át tudtunk futni még egy másik témába is egy picit. szóval ö, ö, még egyszer mi is a csatornának a neve, amit mond, amit. Ö, Ideológiák tárháza. Ideológiák tárháza. Szóval az ő csatornáját is megtaláljátok majd a leírásban. Ö, sajnos ennyi fér bele már a műsorunkba, én, én, még, én még folytatnám, de a nézők már eddig sem nézik, hallgatják ezt a műsort. Ö, de amúgy biztos, hogy hallgatják, köszönjük szépen. Kommentelt a hallgatod, ezt nem szoktad bemondani? Micsoda? Ég, nem, nem, szokta, nem szoktam, szokta. nem szoktam, ilyen tudod, mit, hogy interakcióra ha ezt, pozitani. hallod, a... tudod, ha, e... ha, ezt hallod, akkor kommentelt, hogy 1.55, tudod, amikor meg Jó, ja, szóval... ja. Ó, értem. Hogyha, hogyha, ezt hallod, akkor kommenteld azt, hogy Marci kérdezi, hogyha ezt hallod. 1.55. ja. Szóval még egyszer utoljára elmondom, hogy van nekünk egy e-mail címünk, cringebait, na, podcast gmail.com, amire várunk minden fanartot, fanfictiont, fan pornót, azt nem inkább lábújakról, meg javaslatokat. nézz, néz, vagy izé mi az vendégjavaslatokat, esetleg témajavaslat, stb. És Soundcloudon is elérhető lesz ez az epizód, és ugyanúgy hallgassátok meg Soundcloudon is. És hát, és hát, ja, 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 szombaton gyertek el a beszélgetésünkre, ahol találkozhattok személyesen a jelenlegi vendégünkkel, Fanmade Maker Nagymárton Marcival, illetve velem is, és ez tök jó lesz, hogy egyébként találkozhatok velem. Lőhetünk egy pikkelt, mehet fel Instáros rácok, nem tudom, hogy működnek ezek a dolgok, mert gecira out of touch vagyok, szóval ja, 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 ja. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönjük Marci, hogy itt voltál velünk ebben a csodálatos podcast epizódban. Uh. <laughs> ez most ez, egy ez kicsi, kicsit kiros volt, szóval szóval köszönjük. Bocsi, tett, fel, tett fel még egyszer. Um. Köszönjük, hogy itt voltál ebben a részben, Marci, tök jó. Nagyon szívesen, tök jól éreztem magam. Á, ah, igen, de ezt mondtam. <laughs> és nem, és nem, kellett, nem kellett még fegyvert se fognom a fejet, az, hogy ezt mond. Tök jó, tök jó. Remélem ténylegesen komolyan. Ami jó volt. Na, tényleg? Na. Már örülök, ja, hogy kicsit, ja. kicsit jól érezted magad. Meg, a amúgy végül is hogy az is hozzájárult, hogy azért, azért nem kis pénzt ajánlottunk fel neked, hogy itt most legyél velünk a podcastban. Hát le is izzadtam, te... amikor megláttam, mennyit kért. Hát most van ilyen, most Igen, mondom, meg néha, te néha tudod bele is terkel, sokat, sokat keresel. Hát de mondom, néha bele is akadtam abba, amit leírtatok nekem előre, hogy majd mondjak el. De egész ügyesen megoldottad szerintem, egész jó volt. Igen. Good job. Igen, De ilyen. még van egy olyan írva, várjál, bocs, hogy visszatérjek ide, küldtetek nekem dokumentumot a végre, még van egy olyan írva, hogy azt mondjam be a végén, hogy, hogy Bandi egy fasz. Igen. az én is. Has, has, hashtag mondta. Bandi egy fasz. Ha, ha hashtag Bandi egy fasz. Ez, ezzel mire céloztok? Úristen. Nyugi csak egy prank volt. Na uh, ah. de most visszakaptam, mert én is beprankeltem. Úristen, így mekkora csak prank. ezt nem láttátok, mert videón kívül volt. Igen, gec, mekkora prank. Na köszi Marci, hogy beprankeltél még így a végére. Köszönjük mindenkinek, aki hallgatta. Én voltam Bandéja, vagy The Raven Crocs. Köszönjük még egyszer Marcinak. Átadom a szót kedves co-hostomnak, Benszület bálának, Szervusztok. Én is köszönöm mindenkinek a nagyon megtisztelő figyelmét. Remélem, hogy megint voltak nagyon magas gondolatok, írjátok le, hogy ti hogy érzitek ezt a rendműfajt, én engem, engem tényleg érdekel, hogy mi a, akár a, a The Crocs nézőknek a véleményéről a rend megvéditek -e egyébként a bandi álláspontját akár, vagy akár a miénket, vagy a marciét, és hát ennyi voltam én is, ne feljétek, a legfontosabb dolgot, vegyétek a ceteket, csöcsi. Így van, vegyétek a ceteket, még egyszer sziasztok, köszönjük még egyszer, Marci, hello mindenkinek, sziasztok. Hello. Most kell tapsolni, Marci, most kell tapsolni. Ja. Ha túl sok a klikbét, és kevés a tartalom, s a mosoly helyen, ha krincsül az arcodon, hát gyertek gyorsan srákot, hisz van egy jó hírem elhetünk egy